Köszöntöm televíziónk nézőit, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Következzenek híreink röviden. Hősök napja, a hősi halált hat katonákra emlékeztek. Érettségi, hamarosan megnézhetik a kijavított írásbeliket a diákok. Képeslap kiállítás, Szentendre első polgármesterére emlékeztek a PMK kiállításával. Nemzeti hőseink előtt hajtottak fejet a Kálvária domb háborús emlékművénél a városi ünnepség keretében. Az ünnepi beszédek után az Altiszti Akadémia zenekara tisztelgett zenével, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait. A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják, azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Szentendrén is évek óta emlékeznek műsorral és koszorúzással a dicső felmenőkre. Mindenkor tiszteletet érdemel az elszántság, a hazaszeretet és a hősiesség. Tiszteletet érdemel az, amit a honvédek vállalnak esküjük szerint, Magyarország függetlenségét életük árán is megvédik. De nem szabad semmilyen körülmények között sem elfeledkezni azokról, akik bátrak voltak, mikor kellett, vagy bátrak voltak, mert nem tehettek mást. Ők mind hősök, akik a legnagyobb áldozatot hozták, életüket adták hazájukért. De hányan lehetnek azok, civilek és katonák, akiknek a nevét sem tudjuk, bár itt éltek és haltak hazájukért, akik mérhetetlen áldozatot hoztak életük feláldozásával, vagy hősies kiállásukkal, amikor veszélyben volt nemzeti létünk, megmaradásunk. Idén különlegesség volt, hogy egy fiatal szónok is köszöntötte az egybegyülteket. A Ferences gimnázium egyik végzős diákja, Pap Gergely osztotta meg gondolatait a megemlékezésen. Amikor egy fiatal szájából a hősökről hallunk, általában a film és játékipar által kitalált figurák jutnak eszünkbe. Ez így van, valóban sokat beszélünk erről, fantáziánk szeret ezekben a világokban elkalandozni. De nem csak erről van szó. Számunkra nem ez az, ami az igazi hősiességet képviseli. Nem ez az, amit követünk. Vajon akkor mi? Kik a mi igazi hőseink? Úgy gondolom, bátran állíthatom, hogy mindenkinek más helyzetben, más erény szempontjából válik hőssé egy személy. Számomra a család hősei a szülők. Édesanyám a tűrés és a végtelen szeretet hőse. Aki ismer engem és a testvéremet, tudja, hogy vannak helyzetek, amikor nem egyszerű velünk. De édesanyánk hősiesen állja a sarat. Édesapám az önfeláldozás és a becsület hőse. Egyetlen cél hajtja, azt, hogy a családjának, a feleségének és a gyerekeinek megadja mindazt, amit ő nem biztos, hogy megkaphatott, amikor ugyanebben a korban volt, mint mi. Dédapám a Donkanyarból jött vissza, mert várta a családja. Ők mind hősök. Hősökké válhatunk mi is, amikor emberként cselekszünk, amikor túllépünk önmagunkon, és feláldozzuk magunkat valami nagyobb dologért. A hazáért, a családunkért, szerelmünkért, barátainkért. Hiszen ahogy János evangéliumában is olvashatjuk, senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Pál Bence, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzene tanszakának növendéke egy erdélyi katonadallal adózott a hősök emlékének. Országútól ma sírozok, a lábammal nagy port hajtok, ó, mely nehéz a járásom, keserves az elválásom. Nézd ki rózsám ablakidon, ki járkál rák udvaridon, vess utánam egy pillantást, többet úgy se látjuk egymást. A megemlékezést zene is kísérte, amit hagyományosan a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia zenekarának tagjai biztosítottak. Lezárultak az írásbeli érettségik a városi középiskolákban. Június elején a diákok és szüleik is belenézhetnek a kijavított dolgozatokba. Május első felében kezdődtek az írásbeli érettségik, amikor az alaptantárgyakból kellett számot adni tudásukból a diákoknak.
A választható tantárgyak közül az utolsó számon kérések múlt héten pénteken fejeződtek be. Június elején lehet a diákoknak és szüleiknek megtekinteni a kijavított dolgozatokat a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban. Nem könnyű ezt egy iskola életébe beépíteni. Három olyan napot tartottunk egyébként, amikor délelőtt nem volt tanítás, pont azért, hogy biztosítani tudjuk az érettségizőknek a lehető legnagyobb nyugalmat. De hát közben azért a tanítási napok számát is teljesíteni kell, úgyhogy volt olyan napunk, amikor délután már tanítottunk. Aztán azon tantárgyaknál, ami kevesebb diákot érint, mert hogy ötödik tantárgyként választható, mint például földrajz, biológia és a többi, ebben az esetben meg tudjuk oldani azt, hogy tanítás mellett tudjuk bonyolítani az írásbeli érettségiket. Természetesen itt is felügyelő tanárokról kell gondoskodni, és így tovább, de azért ez megvalósítható. Azért mindig nagyon nagy megkönnyebbülés, amikor az utolsóra is pipát tudunk tenni. Észrevétellel élhetnek az érintettek az írásbelikkel kapcsolatban, amennyiben eltérést tapasztalnak a dolgozat és a javító kulcs között. Az írásbeli eredményeket június 4-én tekinthetik meg, reggel 8-tól délután 4-ig kell lehetőséget biztosítani a kijavított dolgozatok megtekintésére. Abban az esetben, hogyha a értékelési útmutatótól eltérő javítást tapasztalnak, másnap délután 4 óráig lehet írásban észrevételt betenni. A számonkérések nem értek véget. Június 19-én kezdődnek a szóbeli vizsgák, amik egészen 26-áig tartanak. Eközben a Rákóczi iskola épületének felújítási munkálatai is megkezdődnek a város másik oktatási intézményével, az Izbégi Általános Iskola felújításával egy időben. Különleges Szentendrét és a 19. századi kapcsolatokat bemutató képeslapokból nyílt kiállítás a PMK-ban. Ürmös Lórend több évtizeden át gyűjtött levelező lapjait láthatja a közönség. A tárlat megnyitóján május 24-én vetítéssel egybekötött előadást is hallhattak az érdeklődők. Nem csak a kontinens nagyvárosai, de amerikai települések is láthatóak Szentendre első polgármesterének, Numcsa Jenőnek képeslapjain, a napokban megnyílt tárlaton, ami Ürmös Lórend gyűjteményében található. Számtalan különlegesség, a 19. századi Szentendrét bemutató képeslap is látható a PMK olvasótermében. Körülbelül 25-30 éve gyűjtöm a régi szentendrei képeslapokat, és a gyűjtés közben találkoztam olyanokkal, amelyeket ő küldött külföldre. Ezek visszaérkeztek Magyarországra, és akkor elkezdtem nyomozni, hogy is volt ez, és akkor találkoztam azzal, hogy Dumcsa Jönőnek egy hatalmas képeslap gyűjteménye volt, ami a halála után szétszóródott, de még a mai nap is lehet találni antikváriumokba, ócskapiacokon, árveréseken, az ő gyűjteményéből származó képeslapokkal. Elsősorban Dumcsa Jenők olyan képeslapjait, amiket ő küldött külföldre, Szentendréről, amikor elfogytak a szentendrei képeslapok, akkor Budapestről, és ez a kiállítás első része, a második részébe pedig a volt gyűjteményéből származó külföldi képeslapok Észak-Amerikából, Japánból, Franciaországból, Olaszországból, és még lehetne sorolni a sort. Dumcsa Jenő számtalan polgármesterrel tartotta a kapcsolatot, a kontinensen és azon túl is levelező lapokon bemutatva szeretett városát, Szentendrét. A városvezetők írásbeli ismerettségeit olykor személyes találkozások is követték. A most látható tárlat megnyitóján tartott előadás egy korábbi világ hétköznapjaiba, szokásaiba engedett bepillantást a jelenlévőknek. Elkezdtem gyűjteni a szentendrei képeslapokat, mivel mindkét nagyszülő, szüleim családja szentendrei volt, és ezzel párhuzamosan elkezdtem foglalkozni Szentendre helytörténetével is. Elég sok cikkem jelent meg régebben a szentendrei vidékében, a szentendrei polgárban, a szentendrei hírlapban. Sok Dumcsa Jenővel kapcsolatos cikket is írtam országos lapokba is.
Szentendrei intézmények, helyszínek jelennek meg Dumcsa Jenő képeslapjain. Városunk első polgármestere maga is készítetett üdvözlő lapokat, hogy aztán azt küldje szét a világ minden tájára, ahonnan szintén várt a gyűjteményébe érdekességeket. A májusban megnyit tárlatot szeptember végéig láthatja a könyvtárba érkező közönség. Második lett az olaszországi strandkézilabda Európa-bajnokságon az NKL csapata. A szentendrei lányok izgalmas, küzdelmes mérkőzéseket vívtak az elmúlt hétvégén a kontinens viadalon, ahol a címvédés nem sikerült, de a szépen csillogó ezüstérmet szerezte meg Grózi János vezetőedző csapata. Szép volt, lányok! Bajnok lett a Dance Star Esdu World Dance Masters világverseny döntőjében a Szentendrei Veldance Sporttánc Egyesület Single Ladies formációja Horváth Viki edző vezetésével. Május utolsó hétvégéjén Horvátországban tartott rangos versenyen további helyezéseket is szereztek a szentendrei táncosok. Végül a várható időjárásról, kedden is többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 27-32 fok között alakul. Szentendre ma hírmagazinunkat látták, maradjanak velünk a későbbiekben is. Hamarosan 7 embere című magazinműsorunk következik. Új adással legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, friss híreket is olvashatnak, és élőben követhetik adásunkat, amit az Itt-Ott TV alkalmazáson is elérnek. De csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!